Szeretettel köszöntünk mindenkit a Mi Hazánk Mozgalom mai sajtótájékoztatóján, amelynek témája, hogy egy stratégiai tanácsadó testületet állítunk fel, méghozzá olyan köztiszteletben álló személyekből álló tanácsadó testületet, akik pártok felett álló személyek, és hosszú évtizedeken keresztül szolgálták hazánkat azzal a tudással, azzal a tapasztalattal, mondhatom nyugodtan, hogy nemzetközi tapasztalattal és tudással, amire szüksége van a Mi Hazánk Mozgalomnak is. És ennek a tanácsadó testületnek az első, mondhatom azt is akár, hogy fő tagját, fő tanácsosát szeretném bemutatni dr. Drábik János személyében, aki, ahogy mondtam, pártok felett álló, eddig is évtizedek óta az egész nemzetet segítette, támogatta. Én magam is a könyvein nőttem fel, sőt, annak idején annak az újságnak, amelynek kiadója, főszerkesztője voltam, a Magyar Jelennek is állandó szerkesztője volt, és hát a munkássága része volt az is, hogy a Szabad Európa Rádió vezető program szerkesztője volt. Egyébként magyar és amerikai kettős állampolgár. Ugye mi követeljük azt, hogy a parlamenti képviselők, kormánytagok is valljanak az állampolgárságaikról. Ez esetben azonban nem titkoljuk, sőt kifejezetten hasznosnak tartom azt, hogy olyan nemzetközi tapasztalattal rendelkezik Drábik János, amellyel tudja a Mi Hazánk Mozgalom elnökségének munkáját is segíteni. 21 könyv szerzője, és nem csak én, hanem nagyon sokan vagyunk itt Magyarországon, akik olvastuk a műveit, olvastuk a könyveit, és nagyon fontos tudást, információkat meríthettünk Drábik János könyveiből. Emellett az Országos Trianon Társaság elnöke is, az ő közéleti civil tevékenysége nagyon régóta ismert, és nagyon sokan felnézünk Drábik Jánosra. A következő hetek folyamán fogom ennek a stratégiai tanácsadó testületnek a többi tagját bemutatni, és rendszeresen ülésezni fogunk Drábik János tapasztalataira építve, tehát egy egész testülettel látunk neki annak a munkának, amely a Mi Hazánk Mozgalmat készítheti fel a jövőben akár a kormányzásra is, olyan területekről közgazdász, matematikus, történész és olyanok lesznek ebben a testületben, akikkel gyakorlatilag minden területre kiterjedően tudunk majd együtt dolgozni és stratégiát alkotni. Ennyit szerettem volna bevezetőképpen mondani, és akkor átadom a szót dr. Drábik Jánosnak. Egy 9 gyerekes családba születtem a 8. kerületbe 1938-ban, tehát július 9-én 86 éves leszek. De egyformán keményen dolgozok, ami azt jelenti, hogy annak dacára, hogy nagyon rossz a megjelenésem momentán, mert porcleválás miatt nehezen mozgok, de kaptam nagyon jó helyről szép ígéreteket, hogy ezt a lábamat, ez a porcleválástól meg fogják gyógyítani, és akkor jobban fogok tudni járni. De a szellemi képességemet úgy érzem, hogy ez a porcleválás nem érintette. Ennyit akartam a képességeimre mondani. Amit szeretnék mondani az az, hogy én mielőtt a Szabad Európa Rádióhoz kerültem, én Magyarországon az Erőmű Beruházási Vállalat jogi osztályának a vezetője voltam, és az Erőmű Beruházási Vállalat az a legnagyobb beruházó vállalatot egész Magyarországon, és külkereskedelmi joggal is rendelkezett. És amikor én Moszkvába jártam, hát a Paksi Atomerőmű szerződésnek a különböző részleteit tárgyaltuk orosz nyelven. Na most én 1900
97. novemberében lényegében a testvérem meglátogatás 56-os, bár most már sajnos nem ér, meglátogatására mentem, de olyan jó ajánlatokat kaptam különböző egyetemektől, meg kutatóintézetekről, hogy sajnos elcsábultam. Na most ennek az lett a következménye, hogy egy óriási kemény munka szakadt a nyakamba, mert kiderült, hogy azok a szép-szép ajánlatok és fizetésileg is jó ajánlatok, ott valami mindig hibázott. Hol már 35 felett voltam, hol az volt, hogy akkor be kellett volna lépnem valamelyik egyházi közösségbe. Lényeg az, hogy ez nem ment, hanem én New Yorkban lettem, és aki ezt kétségbe vonja, mert már kétségbe vonták, le tudom tenni a bizonyítványt az asztalra, mert megvan, hogy én a mai napig New York államban bejegyzett jogtanácsos vagyok, amerikai jogtanácsos. Ezt csak azért mondom, hogy ezt nem lehet kétségbe vonni, mert megmutatom mindenkinek hát erről egy szép okmányt adnak. Nagy aranyos pecsétekkel, stb. Na, amikor a Szabad Európa Rádió ugye elég hirtelen megszűnt, 93. októberében, az utolsó adásnak én voltam a vezető szerkesztője. Hát lényegében azt lehet mondani, hogy az utcára kerültem. És el kellett döntenem azt, hogy mit csinálok. És mivel mindig érdekelt az, hogy ami fontos információ, de nem mondják el az embereknek, azt valahogy én próbáljam elmondani itt-ott megjelent írásaival, könyvekre akkor még nem gondoltam. Rövidre zárom, 21 könyv lett a vége egyedül, és 4 társszerzőkkel. És hát tényleg sok előadást tartottam, de rengeteg kérdést kapok. Tehát van olyan, hogy 800 kérdést kapok. Természetesen én erre nem tudok válaszolni, de megmutatja nekem azt, hogy a magyar társadalomban milyen problémák vannak, milyen kérdések foglalkoztatják az embereket. És mivel úgy szoktam tréfásra mondani, hogy én már akkor mi hazánkos voltam, amíg a mi hazánknak még híre hamva se volt. Ez azt jelentette, hogy én mindig, tehát hogy is mondjam, az egész kádári korszakban, New Yorkban, Amerikában hazatérve, én mindig nemzeti radikális voltam. És én ma is azt hallom, hogy a nemzeti radikalizmusnak nem csak létjogosultsága van Magyarországon, hanem szükség is van rá. 1945 óta az első nemzeti radikális párt az a mi hazánk. És a mi hazánk az, amely tényleg azokat a legfontosabb nemzeti szükségleteket, érdekeket, értékeket próbálja követni, és így szolgálni a magyar nemzet egészét. Ezért a szívemhez álló párt. Így van. Ugyanakkor hangsúlyozni szeretném, hogy én, amikor egy stratégiai bizottsággal próbálok, hát kvázi az aktív magyar politikai életbe beleszólni, műhazánkon keresztül, akkor én nekem a maximális
objektivitás felé kell elmozdulnom, és nem párt katonaként kell szolgálnom ebben a kérdésben a magyar nemzet egészét, mert hiszen én egész életemben nem voltam párttag, és a mi hazánkban pontosan, mert nemzeti radikális párt, és egyedül alkalmas arra, hogyha mostani elhibázott pénzügyi gazdasági rendszer képviselő politikai erőkkel szemben a konstruktív javaslatokkal álljon elő, vagyis hogy a jelenlegi politikai vezetésnek a konstruktív ellenzéke legyen, építő jellegű ellenzéke. Ez nem azt jelenti, hogy ne legyen kemény, mert gyakran a jót is a legnagyobb keménységgel lehet csak diadalra segíteni. De csak a harc segít. Tehát én tisztában vagyok vele azzal, hogy amikor stratégiát kell letenni az asztalra, ami persze hosszabb távot is jelent, és több szempontnak a megvizsgálását, és így segíteni a mi hazánk elnökének a munkáját, és a mi hazánk elnökének és elnökségének a munkáját, ez egy életemnek, én nem tudom, mennyi van még hátra nekem, de életemben még ezt szeretném jól csinálni. Jól csinálni úgy, hogy emlékezzenek rá az emberek, akik szeretik a hazájukat. Köszönöm.